Nagyon sokat gondolkodtam, hogy mit tudnánk önök számára mondani, mi a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium társadalmi kapcsolatokért felelős főosztálya, hiszen gondolhatják, hogy a médiatudatosság, a médiára való nevelés az nem elsősorban ennek a minisztériumnak a feladatköre. Mégis azt gondolom, hogy az erre való törekvés, és remélem, hogy az előadás végén majd egyetértenek velem abban, hogy ez egy össztársadalmi kérdés. A médiafogyasztás az elmúlt időben, különösen még számunkra felnőttek számára, de a gyermekek és az ifjúság körében teljesen megváltozott, és kulcsfontosságú társadalmi kérdés az információ szerzése, és ráadásul az a kultúra, amit ők a különböző média tudatosság csatornáján keresztül, vagy akár önökön keresztül megtanulnak. A különböző csoportok, akiken keresztül ők tulajdonképpen az első modellt nyilvánvalóan megkapják, az első körben mindenképpen a család. A család, aki ma már leginkább, ahogy hallottuk korábbiakban is, a televízióból szerzi a különböző információit, esetleg egymástól, különböző közösségekből, így nagyon hamar elsajátítható az, hogy a gyermekek a saját közösségeik, tehát a családon túl a saját közösségeiken belül kezdik el a különböző számukra fontos témát feldolgozni. Megpróbálják gyakorlatilag ezeket a témákat nem önökkel, nem az édesanyával, édesapával, hanem a nagyobb testvérrel, vagy a korosztályuknak megfelelően kisebb körben megosztani. Ezzel önmagában még nem is lenne probléma, hiszen ki nem emlékszik a gyermekkorára, amikor az első puszifogónak az élményeiről mi sem az édesanyánknak és édesapánknak számoltunk be, hanem otthon, vagy a saját körünkben, otthon maximum kuncogva egy-egy szó kiejtésénél megpróbáltuk eltitkolni, amit a szülők egyébként amúgy is jól tudnak, életkori sajátosság és nevelés. Mégis olyan jó bizonyos titkokat őrizni. Aztán lassan már az első szlájdot remélem sikerül betölteni. Nem? Nem olvassa be egyáltalán? Nem, csak... Majd nem erről az informatikai fejlődésről fogok beszélni, amit itt tapasztalunk, de ez nem az úriembernek szól, hanem arról, ami egyébként majd a világban tapasztalható. Minden esetre ezt majd látni fogják, és nem akarom fölöslegesen húzni az időt. Én úgy gondoltam, hogy a hangsúlyt ez az úgynevezett közösségi kör, ami napjainkban megváltozott, ezt most elsősorban a social médiára tenném. Ugyanis igazán ezek a fiatalok ma már az interneten keresztül és a social médián keresztül alkotnak közösségeket, majd meglátják a számokban, riasztóan korán kezdik, és riasztóan csak ezt a csatornát használják. És ez azért is nagyon-nagyon fontos, mert amíg mi természetesen megbeszéltük egymás között ifjúkorunkban a dolgokat, évről évre rettentően változnak ezek a virtuális terek, és ezekben a terekben valójában nagyon megváltoztak azok az arcok, azok a beazonosítható személyek, amik egyértelműek akkor, amikor mi szembeállunk a másikkal, hiszen realitása van annak, hogyha én Kovács Gizit ismertem meg, és velem szemben áll Kovács Gizi, akkor ő biztosan Kovács Gizi. Nagyon-nagyon fontos számunkra az, hogy a média tudatosságba vegyük figyelembe azt, hogy néhány adat függvényében mi történik ma az internetes hálózatokon keresztül. Például nagyon fontos az, hogy egy nap alatt annyi adatot töltenek le, amennyi 168 millió DVD-t megtöltene a világon. Ez egy nap. Ez egy nap letöltése. Naponta 172 millióan nézik meg a Facebook profiljukat például. Ez nem Magyarországra, ez nemzetközi adat. 4,7 milliárd percet töltenek a Facebookon a felhasználók, 250 millió fotót töltenek fel naponta a Facebookra, több iPhone-t adnak el, mint amennyi gyerek születik, gyakorlatilag, és 864 ezer órányi videót töltenek fel YouTube-ra. Ezek számomra azért riasztó adatok, mert ezek azt mutatják, hogy ez az internet léte és jelentősége megkerülhetetlen.
Tehát lehet tiltani, lehet helyette megoldásokat keresni, de nem fogunk tudni, hiszen ezzel tudunk haladni, és ezzel tudunk gyakorlatilag az elkövetkező időben számolni, és önöknek is figyelembe kell venni a média tudatosság szempontjából. És akkor most talán megérkezett a slide. És egy pillanatra hagyj lépjek vissza, nagyon szépen köszönöm. Azt a címet adtam, hogy közös felelősség, és a tudatos felelősség teljes fiatalok a világhálón, oda akár egy kérdőjelet tehettem volna. Viszont ez nem csak az ő felelősségük, hanem közös felelősség. Amit itt látnak, ez egy a felső kép, nem tudom, hogy jól látszik-e, az a 2005-ös pápa választásnál készült fotó, az alsó fotó pedig most Ferenc pápa beiktatásánál látható pillanat. Mi magunk láthatjuk, ott nem fiatalok állnak csak, hogy gyakorlatilag még a mobiltelefonnal a felsőképen hányan fotóznak, alig tudjuk kiszűrni azt a 4-5-öt, addig nézzük meg, hogy hányan készítettek Ferenc pápa beiktatásáról a mobil készülékeikkel, vagy akár az iPad-jükkel képet. Ez 2005 és 2013 között eltelt év. És ezekben mi magunk felnőttek veszünk részt a mindennapi használatban. Tehát itt még nem a fiatalok média tudatosságáról beszélünk. Ennyit változik az a mindennapos felhasználói és rögzítői szemlélet, amit nap mint nap tudatosítanunk kell magunkban. Ez az, amit előbb felsoroltam adatokat. Ezek egy viszonyszámok, és azért tartottuk fontosnak különböző kutatási eredményekből ezeket kiszedni, mert önök talán délután workshop formájában egyébként ezekkel az adatokkal fognak találkozni, mert erre kértük a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium egy céget, aki különösen a social médiával foglalkozott az elmúlt időben, hogy fiataloknak egy programot dolgozzon ki, de erről még beszélni fogok. Mindenesetre a mai nap önök fognak találkozni ezzel a programmal úgy, hogy a gyakorlatban is kipróbálhatják ennek hatását. A következő az a pillanat, ami egy diagramot mutat a 15 év alatti körében, 15 év alattiak körében a mindennapi netező gyerekek aránya. Látható, hogy 6 évesen már tulajdonképpen 20% minden nap netezik, és a 10 és 14 év közötti korosztálynak a 66%-a. Ami tulajdonképpen számunkra mindenképpen arra hívja fel a figyelmet, hogy a mindennapi információszerzés az elsősorban az interneten keresztül történik a mindennapokban. Ezeken keresztül, tehát az oldalakon keresztül nyert információk, problémamegoldások, bár passzív szemlélői a fiatalok ezeknek az oldalaknak, még talán ebben a korban, itt elsősorban mondjuk a 7 és 10 éves korra gondolok, de mindenképpen onnan szerzik a különböző információt, megoldási lehetőséget, és ezen keresztül tanulják meg a különböző kommunikációs szokásokat. Ez nagyon jól látszik a mindennapos használati céljaiknál, hiszen az internetes használatnak a fő célja, elsősorban itt mi a 11 és 14 év közötti gyerekeknél nézettük meg, látható nagyon jól, hogy 91%-ban még csak játszanak rajta. Hiszen tegye a szívére a kezét az, aki még nem adta sem a mobiltelefonját, sem az iPad-jét, sem a számítógépét oda a gyermekének, hogy játszon. A mobiltelefon a legjobb eszköz, amikor már az orvosi rendelőben elfogy a türelem, és gyakorlatilag az arra letöltött játékok remek lehetőséget adnak arra, hogy az eszközhez való kapcsolódás, az eszköznek a használati formájára mi magunk is akarva, akaratlan, mindenféle hátsó szándék nélkül felhívjuk a gyermek figyelmét. Hiszen mi magunk is alkalmazzuk ezt, és az alkalmazási példa a lehető legerősebb. Ugyanilyen a zenealkotás. Fogyasztói társadalomban élünk, ezt is tudomásul kell venni, hogy ezen fejlesztéseken keresztül nyilvánvalóan nagyon kellemes lesz a különböző kis kütyürék, amik tulajdonképpen bármely mellény zsebbe is elférnek, azon keresztül először csak a sporton, sportot hirdetjük meg, hogy mennyivel jobb kiegészítői ezek mondjuk egy futásnak vagy úszásnak, aztán utána a mindennapos használatra is motiváljuk őket.
Aztán az a zöld és a lila sávban láthatók azok, amik igazán a korosztálynak már egy későbbi veszélyt is magában rejtik, ez az úgynevezett ismerős kereső oldalak, illetve a chat. Azért ez is riasztó szám, hogy 77%, illetve 61% az, aki gyakorlatilag folyamatosan használja ezeket az oldalakat. Így nagyon fontos azt tehát magunkban rögzíteni, hogy a 15 év alatti gyermekek, ha tiltjuk őket, ha büntetjük őket, hogy nem számítógépeznek, és nagyon sok családban általában ez a büntetési forma, ez csak felértékeli annak a hasznosságát. Mert ha valamitől tiltanak bennünket, akkor nyilvánvalóan az mégiscsak fontos. A gyerek nagyon gyorsan megtanulja, hogy hogyan lehet a különböző lehetőségeket máshol megtalálni. Nagyon hamar be fog térni az első internet kávézóba, ahol még ugyan kávét nem fogyaszt, de az ingyenes wifi lehetőségén keresztül azonnal megkerüli a szülői tiltást. Ebben azt hiszem, hogy egy utolsó szlájdként tudomásul kell vennünk azt, hogy gyermekeknek már természetes velejárója az internetezés, azt is, hogy a 15 év alattiaknak közel fele minden nap fellátogat a hálóra, a közösségi oldalakat a 7-10 év közöttiek, illetve a 11-14 évesek több mint háromnegyede látogatja. 10 és fél éves kortól már minden gyerek önállóan használja az internetet, és ehhez mi felnőttek is hozzásegítjük őket. Már csak azért is, mert tulajdonképpen a különböző közösségi oldalak bizonyos korosztályi, központilag bizonyos korosztályi tiltásokat megtennének. De mégiscsak az a legegyszerűbb, amikor a gyerek otthon kéri a lehetőséget, akkor a nagyinak vagy az egyik ismerősünknek a nevével és adataival regisztráljuk be, amin keresztül tulajdonképpen korlátlanul juthat bizonyos információkra. Semmi akadálya nincsen, sem időben, sem a hálón. Gyakorlatilag akármennyi időt eltölthetnek a gyerekek. 10-ből 7 gyerek senkivel nem beszéli meg, hogy ő milyen oldalakat látogat, és az sem, hogy azokon az oldalakon mit tapasztal, újra és újra visszatérően hol lesz tulajdonképpen állandó látogató. A statisztikai adatok felmérésénél a megkérdezettek mintegy fele soha nem beszélget a szüleivel arról, hogy mire használja valójában az internetet. A szülő azt gondolja, hogy az internet használata az elsősorban egy közösségi, tehát a barátnőivel levelez. Mutogatnak egymásnak különböző fotókat, mert olyan ritkán találkoznak. Át néhány zenét letölt, meg filmet, nem kerül külön pénzemben. Ugyanakkor a megkérdezettek közül nagyon sokan válaszolták azt, hogy már találkoztak pedofil tartalommal az interneten. Ez pedig biztos, hogy nem a játék oldalain, és nem is a barátnő mutogatja elsősorban az interneten keresztül. Így ezen a nyomvonalon elindulva sikerült azt a felismerést vagy megállapítást tenni, hogy tulajdonképpen egy felmérés tanúsága szerint majdnem minden harmadik gyerek állította azt, hogy az elmúlt hónapokban legalább egyszer zaklatták a kortársai, vagy az életkorának megfelelő ismerősei, és ezt leginkább az interneten keresztül tették. A zaklatottak mintegy 10%-a számolt be a szüleinek igazán a zaklatás tényéről. De hát ki is gondolná először azt, ahogy Amanda Tóth sem gondolta, hogy ez zaklatásnak minősül. Ezeket a szavakat mi használjuk felnőttek. A fiatalok nem gondolják az első cikizésből, hiszen az életkoruknak sajátja, az első, ahogy ők fogalmazzák, beszólásból, vagy az első olyan kiközösítés jeléből, hogy velük probléma van, amikor ez gyakorlatilag az életkoruknak teljesen megfelelő. Az, hogy néha változik a hangulat, az, hogy néha a lányok eltartják és pletykálnak a harmadik szeméről, és ketten mindig leválnak róla, ez az első pillanatban nem mindenkinek tűnik fel, hogy ez lehet, hogy az ő Facebook profiljából fakadó, vagy az interneten keresztül szánt üzenet. Ez azért nagyon érdekes, mert az ilyenfajta kommunikációt bár használják, de egyáltalán nem tudják értelmezni a fiatalok.
Tehát nem ismerik fel azokat a jeleket, egyébként mi sem, ami elsősorban pontosan az ilyen irányú kiközösítésből, aztán egy későbbi zaklatás első lépéseiként jelenik meg számára, ami aztán utána már oda teljesül ki, hogy az interneten keresztüli zaklatásnak nem tud ellenállni, és nem tudja megfelelően pszichésen feldolgozni. És erre, és ezért is gondoltam ennek az előadásnak fő témájaként, erre a pedagógusok sem tudnak felkészülni. A social media tudatos fogyasztására nagyon nehéz a fiatalokat felkészíteni. Az sem jó irány, amikor azt mondjuk nekik, hogy ezeket az oldalakat használjátok, de ezeket ne. Mert lehet, hogy mi fogjuk felhívni olyanra a figyelmet, ami eszeágában nem jutott volna egyébként, hogy használja. Nem tudjuk azt mondani, hogy az a jó, hogyha egy óránál többet nem töltesz el. Az a jó, hogyha nem használod a Twittert, vagy egyébként is a Facebook profilodon tudod-e, hogy milyen tartalmakat helyeztél el, és ez a későbbi életedre milyen hatással lesz. Ezeket még a felnőtteknek is nagyon nehéz elmondani, hát még egy olyan generációnak, aki tulajdonképpen ebben a virtuális világban él, és ezen a virtuális világon keresztül méri le tulajdonképpen az egész életének a realitását. És ezt talán önök meg tudják erősíteni. Én ugye nem találkozom minden nap fiatalokkal, és különösen nem különböző generációval, de a 9 éves nagylányomon látom, hogy ha visszagondolok az én 9 éves koromra, ami azért nem évszázadokkal ezelőtt volt, nekünk eszünk ágában nem volt, hát egyrészt még nem is volt ugye internet otthon, meg számítógép a mindennapokban, de teljesen egyértelmű volt, hogy lemegyünk és kerékpározunk együtt. Most ezt ugyanúgy megcsinálják egymás között, csak a virtuális hálón keresztül. Ugyanúgy játszanak együtt, csak tulajdonképpen egy internetes világon keresztül, azon szabályrendszer szerint, amit nem ők alkotnak. Ugyanis itt van a legfőbb dolog, és itt van egyébként számunkra is a legfőbb tanulság, hogy mivel eszközöket, mivel csatornákat használunk, az onnantól kezdve számunkra már nem egy bensőséges kérdés. Nagyon kényelmes, én magam is nagyon sokszor használom az iPhone-nal családi fotókat készíteni. Nekem nincs Facebook profilom, nem is lesz, de nagyon egyszerű az, amikor mondjuk életem párja teszi fel a családról készült Facebook fotót. Nem vagyok paranoiás, de ha bármikor bárki mondjuk a gyermekbarát igazságszolgáltatás mellett voksoló államtitkárnak be akarja bizonyítani, hogy ez a társadalom egyáltalán nem gyerekbarát, akkor nyugodtan ellátogathat a gyermekem iskolájához, pontosan be tudja azonosítani ezen keresztül a gyermekemet, az arcát, a korát, a nevét, pontosan meg tudja mondani az én gyermekem számára, hogy tulajdonképpen Attilával, a te édesapáddal együtt jártunk annak idején gimnáziumba, és a gyerekem el is kezd vele beszélgetni. Hiszen olyan információ birtokába jut az adott illető a Facebook profilon keresztül, ami egy gyerek számára egyértelmű, hogy honnan máshonnan tudna a vadidegen, mint apától vagy anyától, hiszen nem arra gondol, hogy a Facebook profilt nézi meg. Tehát soha nem tudhatjuk, hogy az adott nagyon pozitív input valójában bizonyos csoportokban, bizonyos időkben hogyan használható fel. És akkor önök joggal kérdezhetnék, hogy jó, még néhány riasztó számot végighallgatunk, nagyon érdekes, de akkor mi a teendő, és egyáltalán mit tudunk csinálni. Mi a minisztériumban valójában nyilvánvalóan a törvényalkotói oldalon túl igyekeztünk figyelembe venni azt, hogy elsősorban a célcsoportot kell megtalálnunk. Mégis mivel? Először engedjék meg, ez egy picit az előző témától távolabb esik. Arra gondoltunk, hogy elsősorban, amikor gyermekbarát igazságszolgáltatás évét hirdettük meg, akkor a pici gyermekekre, tehát amit vezérigazgató úr is mondott, elsősorban a 4 és 10 év közötti gyerekekre gondoltunk, hogy ők különösen veszélyeztetett korosztály. Nekik nagyon jó lenne olyan információkat eljuttatni, ami egyébként nem a vészre és nem a vészhelyzeti kommunikációra hívja fel a figyelmet, hanem olyan alapvető jogtudatosítást indít el bennük, ami egy igénynek a felkeltése, ami esetleg arra indukálja őket, hogy játékos módon az igazságszolgáltatással úgy találkozzanak, hogy az nem egy rémisztő dolog,
a bíró az nem ítél, ha bíróságra kerül, akkor nem ítéletet alkotnak róla. Ha belegondolunk csak a magyar szavakra, akkor milyen súlyosak ezek a dolgok. És amikor ő kap egy idézést, akkor gyakorlatilag ő már nem bűnös. Tehát, hogy ezek nagyon-nagyon fontos határok, amit a gyermekeknek tisztázni kell. Ezért volt óriási lehetőség, hogy a jogos a kérdést, illetve ennek az internetes online portáját az egyszervolt.hu-n keresztül, illetve, ahogy vezérigazgató úr mondta, az első szóra a közmédiával való együttműködésben az M2-es csatornán keresztül el tudtuk érni. Ennek az egyik fő eleme, Kimi, ami nem a Kimből, mint betűszóból fakad, hanem Ki és mi vagyok én címmel. Kimi egy olyan kis figura, aki kint van az egyszer volt réten, a figurák mellett, és rákattintva a nagy vörös kalapjába, ahol maga a paragrafus jelen van, tulajdonképpen elvezet arra a tartalmi oldalra, ahol megtudják, hogy ki is a bíró, mi a bíróság, mit jelent az, hogy per, mit jelent az, hogy ügyész, mit jelent az, hogy ügyvéd, mit jelent az, hogy idézés, és megtettük azokat az alapvető definíciókat, és próbáltuk játékos formában feldolgozni, ahol a Justin utcai általános iskolában történteken keresztül élethelyzetüknek megfelelően különböző szavakat és jogi pillanatokat definiáltunk. Aztán rájöttünk arra, hogy ezek csak a kisgyermekek, akiket nagyon könnyű megcélozni, és ha visszaemlékeznek rá, akkor annak idején volt Makmarcsi és Makmarci, aki megtanított minket az akkori közmédián keresztül fogatmosni, hogy hogy kell helyesen sikálni. Azt reméljük, hogy Kimi végig tudja kísérni majd a gyerekeket, és a szülők is megfelelő formában ráirányítják a figyelmet, hogy rajta keresztül nagyon sok információhoz játékos formában meseszerűen hozzájutnak a fiatalok. De ezt tovább kellett vinnünk. Így elsősorban megvizsgáltuk, hogy a felső tagozat vagy a középiskola az, ahol az igények feltérképezhetők, és egyértelmű volt, hogy a középiskolai korosztályban 3 gyerekből 2 nem tudják, hogy mihez van joguk, de nagyon érdekli őket a jogtudatosság. Tehát elindítottunk egy olyan osztályfőnöki programot, aminek azt a címet adtuk, hogy jogon van tudni. A jogon van tudni, az 30 pilot, tehát egy pilot programként indított el a minisztérium, 30 iskolában országszerte, közép, illetve szakiskolákban, tehát gimnáziumokban és szakiskolákban, ami azért nagyon-nagyon fontos, mert náluk különösen érezhető volt, ezen a piloton már túl vagyunk, már értékelni is tudtuk. Nagyon-nagyon fontos volt az, hogy ők miképpen látnak különböző élethelyzeteket. Ezt egy pár perces kisfilm vetítésével kezdtük, aminek a középpontjába és a fókuszába a gondatlanságból elkövetett emberölést tettük. A kisfilm az tulajdonképpen egy buliról hazatérő, kicsit ittas tizenévesekről szól, ahol 2 fiú teljesen természetesen egy szóváltás következtében összeverekedett. Igen, nem csak az egyik elesett, és a fejét egy kőbe verte. Hú, gondba leszek, ha idő van, mert még nagyon, akkor most gyorsan ledarálom. Tehát az osztályfőnöki órának a fókuszába ezt tettük. Ment talára bíró oda az osztályfőnöki óra helyére, mentek drámapedagógusok, és egy fiatal egri színész vállalta az elkövető szerepét. Onnantól kezdve a diákok beléptek a szerepbe, akik már drámapedagógiával foglalkoztak, azok pontosan jól tudják, akkor erre nem is térek ki. Az a lényeg, hogy mindenki választhatott aktívabb vagy passzívabb szerepet. Tehát lehetett ügyész is, de lehetett tudósító újságíró is, annak fényében, hogy ő nem akart hozzászólni a témához. Nagyon-nagyon érdekes szociológiai, és egy szociológus is ment velük, eredmények jöttek ki. Tulajdonképpen a program sikere az óriási volt, és nem csak a diákok körében, hanem a pedagógusok körében is. Többek között azért is, mert tényleg oda lehetett egy bírósági tárgyalást varázsolni a 90 percben a teremben. Ezért úgy gondoltuk, hogy nem csak a közmédiával kell összefogást tennünk, hanem a már korábban elindított folyamatot folytatni az Országos Bírói Hivatallal.
Így Európában példátlan formában idéntől ezt a pilotot folytatjuk újabb 30 középiskolában és szakközépiskolában, kiegészítve azzal, hogy az országos bírói hivatallal együttműködésben a törvényszékekre utána el is mehetnek a diákok, és ott a bíróság mutatja be nekik, hogy egyébként ez ugye BTK-s tényállás, tehát büntetőjogi tényállás, hogyan zajlana ott a törvényszéken, és már nem csak a bíró megy el a helyre, hanem ők elmehetnek utána, hogy élesben ez hogy is történne meg, és végignézhetnek egy bírósági tárgyalást is. Ezt azonban mindenképpen szerettük volna kiegészíteni egy másik programmal. Ennek részesei lesznek majd délután, remélem, önök. Ez az úgynevezett Internet nem felejt. Az Internet nem felejt programot is az Országos Bírói Hivatallal együtt fogjuk elindítani. Ez már egy az úgynevezett személyiségi jogvédelme, azaz gyakorlatilag mi is történik, és miért van erre szükség. Nem tudják a fiatalok, ahogy előbb elmondtam, viszont egyre nagyobb a felhasználói kör, és ezért arra gondoltunk, hogy néhány adatot figyelembe véve ez lesz a következő program. Mik voltak ezek az adatok? Tinik történetei járták be a világot. Talán a tinik történetéből a kanadai Amanda Todd esete került fel a YouTube-ra, amit önök is talán láthattak, amikor egy segélykérő videót töltött fel, mielőtt öngyilkos lett. Ebből ugye, aki esetleg nem ismeri a történetet, ő interneten az osztálytársai, tehát ő maga küldött át magáról egy fotót egy fiatalembernek, aki azonnal kitette ezt a világhálóra mindenki számára elérhetően, és tulajdonképpen először csak cikizték, bántották, kiközösítették, aztán utána már olyan dolgokkal fenyegették az ismerősei, illetve maguk az osztálytársai is, zsarolásra használva, hogy a lány pszichésen nem tudta feldolgozni ezt, a szüleinek nem merte elmondani, nem kért segítséget, és tulajdonképpen az utolsó videója is arról szólt, hogy nincs senki, aki segíthetne rajta. Ezt ő követte el, innentől kezdve ezt már nem tudja megfordítani, nem tudja nem semmisé tenni, ezért gyakorlatilag öngyilkos lesz. De ezt követte rögtön októberben egy 15 éves amerikai lány, novemberben egy 12 éves ír lány, egy 18 éves vietnámi lány, az ő közös sajátjuk tulajdonképpen az volt, hogy vagy a Twitteren, vagy a Facebookon keresztül gyakorlatilag vagy egy olyan szót, vagy egy olyan momentumot, vagy egy bulin készült fotót tettek fel, ami onnantól kezdve a saját korosztályán keresztül elindult, és folyamatosan, és ez nem csak a legyek urában látható, hanem most ott a világhálón, halálra cikizték, megfélemlítették, megfenyegették, és ezek mind úgynevezett mintagyerekek, jó tanulók és nagyon ideális családból származó gyerekek voltak, akiket nyilvánvalóan nagyon jól lehetett manipulálni azzal, hogy neked véget, ha az anyád megtudja, és a többi, és a többi. Az iskolába besetedd a lábad, pucér, kurva, és az összes többi. Ezt a gyerek utána már nagyon nehezen tudja feldolgozni. Ezért arra gondoltunk, hogy nagyon-nagyon fontos az, és itt jön a veszélyekről, amit talán már el is olvasta, hogy és hátulról kezdem, a megkérdezettek több mint 70%-a nagyon pozitívan áll hozzá, hogy a Facebookon ismerkedik. 53%-a vallotta már be, hogy már megismerkedett, és az ismerettségeit a Facebook oldalakon keresztül teszi. A szülőknek 7%-a nyilatkozott úgy, hogy például izgulna egy netes zaklatás jelensége miatt. Nem érzik a szülők úgy, hogy az internet az egy veszélyforrás lehet a gyermekeik számára. A zaklatottaknak, akik internetes zaklatásban részesülnek, mintegy 10%-a számol be a zaklatás tényéről. Azért ez is mutatja a jelenséget, illetve a felmérés azt mutatta, hogy minden harmadik gyerek állította azt, hogy az elmúlt hónapokban legalább egyszer zaklatták a kortársai, és ezt neten tették, ahogy korábban már mondtam. Tehát ez a zaklatás, ez természetesen nyilvánvalóan nem az iskolában történő első pofon, hanem, ahogy a szaknyelv mondja, egy lelki abúzió kezdete.
És a lelki abuzálás az mindig egy folyamatot indít el, akár a családban, akár a kisebb közösségben történik. Ezért mi arra gondoltunk, hogy ez a programot, ez az internet nem felejt, szintén a középiskolások számára elindítjuk, de a jó hír az, hogy pontosan az OFI-val együttműködésben elkezdtünk egy olyan anyag kidolgozását, ami pont ezt a két témát, az előbb említett tulajdonképpen fiatalkorú bűnözéshez kapcsolható, vagy véletlen elkövetett, de utána jogi következményekkel járó tettekre, az internetre, tehát a social médiára, a 12 éves büntethetői korhatárra, valamint a garázdaság, vagy a lopás és rablás közötti különbségek, tehát a fogalmak tisztázására olyan internetes módszertani könyvet igyekszünk összeállítani az OFI-val együttműködésben, ami egy pedagógus továbbképzésnek az eleme tud lenni, ami pontosan ezt a jogtudatosságot segíti az önök számára is, azzal, hogy miképpen tudnak a jogvilágában önök is jobban eligazodni, és jobban segíteni a fiataloknak, vagy akár a saját közösségüknek. És akkor Kriszta, már nagyon csúnyán nézem, úgyhogy az utolsó mondat, ami mindannyiunkat összeköt itt a csoportban, az az, hogy mind az MMHH-val, mint az MTVA-val történő együttműködés is mutatja, hogy ez egy össztársadalmi kérdés. Nekünk lehetőségünk van nyilvánvalóan különböző törvényi módosító csomagok benyújtására. Most készül a gyermekbarát internet, mint legfőbb célkitűzés a második gyermekbarát módosító csomag részeként, pont Koltai Andrásékkal szoros együttműködésben. Plusz tegyük hozzá, lehet, hogy én az András előadásának csak felére érkeztem ide, de a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság tanácsadó testületként gyermekvédelmi internet kerekasztal életre hívását szorgalmazza, a kiskorúak védelmét célzó jogszabályi előírások hatékony érvényesítését és a média tudatosság növelését kívánja ezzel segíteni és támogatni. Lehet, hogy ő erről beszélt is bővebben. Ez természetesen a gyermekbarát munkacsoport, ami már 2 éve van, amiben a Belügyminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma is érintett, a KIM is vezérhajóként viszi, és további cél mindenképpen, hogy a 18 éven aluliakat minden formában próbáljuk meg segíteni, és az ő számukra a lehető legtöbb lehetőséget megadni arra, hogy bizonyos tudatosság legyen az ő tevékenységükben és működésükben. És akkor engedjék meg, hogy zárszóként összegezzem. Tehát mi osztályfőnöki órák programjával, illetve a gyermekbarát internet újabb törvénycsomag kidolgozásával készülünk, mint módosító csomag. A jogosakérdés.hu-t tovább visszük a fiatalok területén. Az MTVA-val való együttműködés stratégiai formája az, hogy tovább vigyük a megkezdett olyan tartalmakat, amin keresztül egy tudatosabb médiafogyasztói réteget tudunk nevelni, és itt van a hangsúly igazán. Ez mind politikán felülálló dolog, hiszen a ma gyermeke lesz a jövő Magyarországa. Ha nem tudunk egy olyan egészséges, jó alapot közösen felépíteni, és akkor itt van a társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkárság legfőbb eleme, hogy ezeket a folyamatokat a politikában képviselje, tovább vigye, ezeket a témákat felkarolja, juttassa el a jogalkotást arra a megfelelő területre, ahol ő ezeket pozícionálni tudja, és az úgynevezett, itt korábban is elhangzott Z-generáció, azaz a 95 után születettek, legyenek számunkra majd egy ugyanolyan egészséges társadalom tagjai, hiszen reményeink szerint ők fognak rólunk gondoskodni, ők fogják a mi iránymutatásaink szerint ezt az országot tovább kormányozni, és nagyon nem mindegy, hogy hogyan. Így engedjék meg, hogy Hanvas Béla szavaival zárjam ezt az előadást, hogy egy társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkárság mit is tehet a médiatudatosság területén. Azt gondolom, hogy nagyon sokat. Minden esetre a közös kommunikáció megkezdése az egy nagyon fontos kérdés. Részünkről azok a politikai együttműködések és azoknak az aktivitása,
az nagyon fontos pozíció. Az, hogy mind az MMHH-val, mind az MTVA-val stratégiai együttműködésben nagyon hatékony előremenetellel elindítjuk ezeket a folyamatokat, nagyon fontos pillanat, és ahogy Hanvas fogalmazott, a tett az embert magával rántja. Hová? A következményekbe, amelyek alól nem lehet kibújni. Egyikünk sem fog tudni kibújni az alól, hogy milyen lesz a jövő generációja, a jövő Magyarországa. Így kérem Önöket, hogy a média tudatosságban, a média fogyasztásban és egyáltalán a gyermeknevelés területén legyenek aktív párbeszédre nyitottak, mind a kormányzattal, akár az államtitkársággal, mind a minisztériummal, hiszen ez fogja a mi közös jövőnket és a magyar társadalmat a jövőben is definiálni. Köszönöm szépen!